Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Borotva Élen Írta Forró Pál a mű elektronikus változatára a nevezd meg, így a tovább 4.0 nemzetközi kreatív commons licensz feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikai változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978 615 5557 95 8 online. MK 1568. Első fejezet. A fiatal lány félig felemelkedett helyéről az autóbuszban és miközben bajjával az ülőhely támlájába kapaszkodott, jobb kezét elragadtatva nyújtotta ki. Nézze, nézze! Kiáltotta szinte extázisban, milyen gyönyörű! Az autóbusz éppen az alagútból fordult ki és a sziklába vágott kigyózó út alján felszikrázott a napfényben mosolygó tenger. A partján pálmaligetek közé épült villák, márvány kélakok, Ötemeletes szállodakolosszusok, amelyek mégis könnyedeknek és bájosaknak látszottak, csupa karcsú oszlop, függőkertek, erkélyek, a nap elé feszített piros, sárga és kék vászonernyők, a tengeren óriási trópusi lepkékre emlékeztető fehér vitorlaszárnyak, nizza! Az autóbusz utasainak nyaka mind előre feszült, a szemük szinte kidüllett, a szívük hevesebben vert az izgalomtól. Lihegve, szinte sírva a rájuk szakadó lenyűgöző hangulattól, hördült fel elámult, boldog kiáltásuk, nizza. Az arany és szerelem földje, a világ eldorádója, a természet és az ember fényűzésének találkozó helye. Elli szinte megbűvölten állt, az ajka szótlanul mozgott. A harminc évesnek látszó férfi, aki mellette ült, összeszorította a száját. Tekintetében volt valami komortűz, megdöbbenés és elkeseredés. Egy kicsit utálta és megvetette a körülötte ájuldozó és a gyönyörtél vonagló hölgyeket és urakat, ezeket a szegény kis polgárokat, akik ki tudja, mióta gyűjtött keserves és verejtékszagú filléreiken idejöttek a társas utazással, hogy néhány napig kibicei legyenek a fénynek, pompának, nagyúri életnek. Milyen torz és ellenszembesen groteszk volt a szegénységnek ez az alázatos hódolata és határtalan csodálkozása a gazdagság előtt. Nádor belepirult. Sohasem érezte magát megalázottabbnak és keserűbbnek, mint ebben a pillanatban, mikor minden izével éreznie kellett, hogy ő is csak ennek a nincstelen, szegény kis turista csapatnak a tagja, akik egyszer életükben elmentek aranyat szagolni. Ötödik napja voltak úton. Pestről indultak, az autóbuszon ismerkedett meg Gábor Ellivel. Édes, fekete szépség, egy kis vörös árnyalattal a hajában, hivatalnok nő. Nagyon kellemes négy nap volt, hegyek között suhant a kocsi, fenyők és hegyi patakok, havasok, csupa harmónia, magány és békesség között mindenki szerelmes volt az autóbuszon, a régi pásztornépek derűs mosolya ragyogott a lelkekben, ahogy a végtelen erdőket és mezőket járták, és Nádor mérnök úr úgy érezte, hogy imádja Ellit. Az ilyesmi gyorsan érlelődik az úton. Indiai bűvészek trükkje, hogy a néző előtt elültetett mangófa magja percek alatt terebélyes fát hajt ki. Így van ez az utazáson sarjat szerelemmel is és Elli egész úton mellette ült, az asztalnál is egymás mellett étkeztek és pillanatig sem fogytak ki a beszélgetésből. Rengeteg mondani valójuk volt, express gyorsasággal leplezték le szokásaikat, beszámoltak arról, hogy mit csináltak eddigi életükben, mit olvasnak, dolgoznak, hogyan képzelik a szerelmet. De most hirtelen feltűnt Nizza és Nádor úgy érezte, mintha szíven vágta volna egy kegyetlen ököl. Ő volt az egyetlen, aki egészen világosan látta, hogy most nem örülni kell, ha nem sírni. Budapesten még tél van és ők befutottak a meleg, vidám tavaszba. 22 fok meleg árnyékban. A fejes és gerő építőcég 10%-kal újra lenyomta az árakat, és Nádor a nagybátyjától kapott 800 pengővel azért csatlakozott a társasutazáshoz, mert komolyan félt az idegösszeroppanástól. Orvos barátja megparancsolta, hogy néhány hétre okvetlenül kapcsolódjon ki a munkából. Istenem, de szép! Mondta még egyszer Elli. A szeme kerekre nyílt és csillogott. Szinte nyelte, habzsolta az eléje táruló tündéri képet. Kincses kamra nyílt meg előtte, és szinte látszott, hogyan akart mindent egyszerre felszippantani, elragadni. Az örök nő, dörmögte magában nádor. Hisz a csodákban, pillanatok alatt el tudja hinni, hogy ide tartozik, szerves része a csillogó csodáknak, melyek körülvesznek bennünket. A leány csodálkozva és egy kis nehezteléssel nézett a férfire. Mi van magával? Miért olyan fanyar, mozdulatlan? Hát nem lelkesedik. Nem, Elli. Én szomorú vagyok. Miért? A férfi ránézett a lányra, megfogta a kezét és csendesen mondta. Mert szeretem magát. Elli a meglepetéstől visszaroskadt az ülésre. A fiú pedig most már lázasan súgta tovább. Szeretem és kétségbe vagyok esve, mert tudom, hogy ebből a modern paradicsomból néhány nap múlva vissza kell mennünk Budapestre a szegénységbe, a józanságba. Ordítani szeretnék, mert nem vehetem magát feleségül, hiszen egyikünknek sincsen semmije, noha most herceget és hercegnőt játszunk. Engem éget a gyötrelmes farsangi komédia, amelyet most végig csinálunk. Én tudom, hogy ez álom és nem hagyom magam megcsalni, mint a többiek, akik a felébredésre való gondolás nélkül élvezik a pillanatot megtehetik, mert e pillanatban minden vágyuk teljesült, nem is tudnak többet képzelni annál, mint ami most velük történik. De én szerelmes vagyok. Imádom magát. És ez a gazdagság, napfény, pompa, kacagás megcsúfolja az én vergődő, reménytelen, pénztelen szerelmemet. Őrült, mondta a lány megrendülten és egy kis meghatottsággal de jól estek a férfi forró szavai, melyek végig csiklandozták. Ez valóság volt és csak neki szólt. Érzékivé és hangulatosabbá tette a hatást, mint egy finom tangó. És mikor kiszálltak az égő vörös virágok szikrázásában a szálloda előtt és a néger bolyok a podgyászokért nyúltak, Elli belenyújtózott a napfénybe és azt mondta. Valami történni fog, László. Meglátja, érzem valami életet felforgató és megváltoztató csoda. Második fejezet Az esti program részvétel az Európai Szépségválasztás győzteseinek tiszteletére rendezett estéjen. A társaság tagjai az erkélyen kaptak helyet. Onnan bámulták az arany és ezüst káprázatában csillogó termet, amelynek páholyaiban egzotikus fejedelmek, indiai nábobok, európai arisztokraták és amerikai dollármilliómosok ültek. A terem legjobban exponált díszasztala mellett még senki sem ült. Csak három frakkos fiatalember állt feszes vigyázzállásban. Azután egyszerre mozgás támad. Vékony, középtermetű férfi lép a terembe. Kék frakkot hord és feltűnően magas sarkú cipőt. Arca örökké mosolyog. Ez a mosoly az arcára fagyott, titokzatos és kegyetlen mosoly, amilyent kínai ópiumcsempészeken figyelhetünk meg. A sovány csupa ideg emberke agyon van ékszerezve. Ing mellében ujjain óriási brilliánsok. A kapurtalai maharagda bosszús kíváncsisággal hajol előre és végigméri. Ez hát az az ember, aki még előle is el tudja halászni a legjobb asztalt. Három nő lépked a kék frakkos mellett. Három ékszeres kirakat. Három párizsi megelevenedett divatlap. Három prémvadász, akik a világ legdrágább belépőit zsákmányolták. Nerc, Nyest és Hermelin. A három frakkos úr az asztal mellett mélyen meghajol és tovább állva marad. Nem szabad leülni ők. A három előre megrendelt táncos. Mr. John Harrison éppen úgy előre megrendeli és lefoglalja őket a társaságában lévő hölgyek számára, mint az asztalt. Azok másokkal nem táncolhatnak. De nem fizetnek rá a mulatságra. Mr. Harrison száz dollárosokkal és ezer frankosokkal fizet. A három nő Mr. Harrison három barátnője birodalmának alatt Mert Harrisonnak külön birodalma van Nizzától mintegy tíz kilométernyire egy hegyen. A hegy az ő tulajdona 2 millió dollárért egy óriási kastélyt építtetett a tetejére. További két millióért berendeztette. Saját nyolc főből álló rendőrsége van, akik a kastélyba lépés előtt mindenkit igazoltatnak. Ha egy autó a kastélyba vezető útra fordul, automatikus jelzőlámpák gyulladnak ki. A kastélyban hatvan szoba. Színházterem, amelyben a nizzában üdülő legelőkelőbb művészek lépnek fel. A színpad mellett szabályos öltözők. Moziterem, melynek falai fekete sejem drapériával vannak bevonva és azokon gyémánt strasszok csillognak. A nézőtéren ülő úgy érzi, mintha a csillagos ég venné körül. Borbé Terem és a fogorvosi Terem. Mr. Harrisonnak saját legmodernebbül felszerelt fogorvosi laboratóriuma van. A városból idehozza autója a doktort, ha szükségét érzi, hogy a maga vagy a birodalmához tartozó hölgyek fogait megvizsgáltassa. Ezek azok a szobák, amelyeket minden vendége megtekinthet. De van egy görög stílusban épült nagy terem is, amelyet bronz ajtó zár el. Ide csak bizalmas barátainak szabad belépni. Itt van a világ legkülönösebb gyűjteménye. 400 korbács Az egyiptomi rabszolgatartók korbácsa, amelyel a rabszolgákat sanyargatták. A középkor hóhérainak korbácsa, kínai és perzsa ostorok, magyar karikások, angol kilenc ágú macskák ezüst, elefántcsont és aranyelű díszkorbácsok. A hatalom örök dzselképei. Szokta titokzatos mosolyjal mondani. A falon régi olajfestmény egy vigyorgó arcú óriás korbácsot suhogtat kezében. Előtte görnyed hátú, alázatos emberek. 400 korbács. Egy tébolyult agy rögeszméje, ha egyetlen korbácsa hatalmat jelenti, akkor négy századik zal egy világot lehet leigázni. A szörnyű gyűjtemény Mr. Harrison hatalmát jelképezi. Kegyetlen, mindenen átgázoló, félelmetes hatalmát. Senki sem tudja, honnan jött, mi volt húsz esztendő előtt. Mi csoda titokban vész elszármazása. Mérhetetlen vagyonát egy agyonreklámozott reklámozott kozmetikai csodakenőcsnek köszönheti. Millió számra árulják a világ minden táján. Naponta olvasatlan százezrek hömpölájögnek hozzá New Yorkból. Buenos Airesből, Londonból, Melbourneből, Párizsból, Alexandriából. A találmány egy szegény vegyészmérnöké volt, akitől potom áron vásárolta meg. A vegyész beleőrült a kétségbeesésbe, mikor látta, hogy találmánya az aranydollárok millióit indította meg, de amelyből egy centet sem kapott. Harrison soha életében nem fogadta többé a kialkudott összeg kifizetése után. A vegyész megleszte és merényletet követett el ellene. A golyó célt tévesztett. A szerencsétlent tébolydába zárták megállapították, hogy köz- és önveszélyes elmebeteg. Harrison sovány, dekadens alakja nevezetessége lett a riviérának. És az új krózus körül megkezdődött a nők lihegő tánca. Botrányok sisterektek körülötte, apró zsarolások, kínos jelenetek, amelyeknek mindig ugyanaz volt a céljuk, férjül szerezni Harrisont. Elszántan, vad akarással, fantasztikus cselekkel próbálták Harrisont kelepcébe ejteni. Arisztokrata hölgyek, kalandornők, asszonyok, táncosnők, filmcsillagok keringtek körülötte dühös elszántsággal. Harrison ügyvédek, detektívek, valamint dollárezrek segítségével szerencsésen megúszott néhány veszedelmesebb támadást, de belátta, hogy előbb-utóbb csatát veszít. Akadni fog olyan, mindenkinél ravaszabb nő, aki fenyegetéssel, csellel kényszeríteni fogja, hogy vegye feleségül. Ó, Harrisonnak már volt bő tapasztalata. Hisztériás jelenetek, a férjem mindent tud. Kötelességet feleségül venned. Gyermekünk lesz. Azután rászögezett revolverek, megöllek és magammal is végzek, ha nem veszel el, a többi. Mindezt eddig szerencsésen megúszta. De véglegesen le akarta szerelni az egyre kellemetlenebbé váló támadásokat. Pokoli tervet gondolt ki. Egy napon hazament. A vörös lámpát kigyújtó csengőt nyomta meg. Ez Dórának szólt, a gazda asszonyának. Dóra négy éve szolgálta Herisont. Ismerte összes titokzatos szerelmi ügyeit. Aféle agyafúrt testőr és detektív volt, aki hazugsággal, gorombasággal, vagy ha kellett, sima, diplomata hízelkedéssel távolította el vagy tévesztette meg a kellemetlen nőket egészen műveletlen és primitív nő volt. Mert csak egészen ostoba, tehát gátlás nélküli nők alkalmasok arra, hogy azokat a buta és otromba szolgálatokat elvégezzék, amelyeket a szerelmi tartás követel. Dóra belépett és szokás szerint megkérdezte. Parancsol, Mr. Harrison. Üljön le, Miss Dóra. Mondotta. A kövér, elég csinos arcú, túlságosan párnázott kezű, rövid ujjú, vastag lábú házvezetőnő elképedve és megzavarodva nézett gazdájára és meg sem moccant. Üljön le! Szólt rá még egyszer Harrison. A hangja most már hideg, kemény és ellenállást nem tűrő volt. Dóra bénultan engedelmeskedett. Csak várta, mi következik. Mizdóra, mondta lassan, minden szót külön hangsúlyozva Harrison, elhatároztam, hogy feleségül veszem magát. Jézus Máriám. Sikoltott fel a gazdaasszony, és az arca halott halvány lett. Ne kiabáljon, maradjon nyugodtan. Rivalt rá Harrison, mire a szerencsétlennek a fogai is vacogni kezdtek. Szeme önkéntelenül a jobb felé nyíló ajtó felé rebbent, mely mögött a korbács múzeum volt. Szóval, folytatta Harrison, feleségül veszem. Természetesen pillanatig se gondolja, hogy szeretem, vagy hogy egyáltalában érdekel. Egyszerűen szükségem van valakire, aki mint névleges feleség, gátat vet a hölgyek házasodási dühének, és így remélhetőleg a jövőben kikapcsolják ezt a témát. Harrison egy kis szünetet tartott. Élvezte, hogyan kapkod a teljesen megzavarodott nő levegő után. Harrison biztos volt a dolgában. Tudta, hogy ez a legkényelmesebb megoldás. Dóra megmarad továbbra is alázatos rabszolgának. Hogy mit fog szólni a társaság? Harrison eddig sem törődött a mások véleményével. Akiknek százmilliói vannak, nem kell aggódnia, hogy hízelgők, rajongók és csodálók nélkül marad. Értsük jól meg egymást, folytatta Harrison, maga látszatra a feleség minden jogát fogja élvezni. Lesz saját autója, háztartása, korlátlanul rendelhet ruhákat, tele magát ékszerekkel és ha vendégeim lesznek, ellátja a háziasszonyi tisztséget. Viszont mindannyiszor eltűnni köteles, ha kényelmetlennek érzem a jelenlétét. Lehet, hogy időnként néhány hónapi körutazásra küldöm és csak akkor rendelem vissza táviratilag, ha erre szükségem van. A magánügyeimbe természetesen nem avatkozhat, viszont megígérem, hogy én sem fogok túlságosan érdeklődni az iránt, hogy mivel szórakozik utazásai során. Remélem, megértett. Ne nézzem már ilyen ostobán. Válaszoljon. Megértett. Igenis, Mr. Harrison. Dadogta Dóra, aki még mindig nem tudta, hogy ébren van-e vagy álmodik. Akkor rendben van. Bólintott Harrison. Holnap szólok az ügyvédemnek, és a jövő héten megesküszünk. A viszontlátásra, Miss Dóra. Apropó, ma este Korbett kisasszonyt várom. Terítessen az ezüst szalomban. Hidegen hátat fordított és magára hagyta a megrökönyödött, teljesen sóbálványjá változott dórát. Harmadik fejezet. A szépség királynők felvonulása megkezdődött. Káprázatos imprimék színesedtek, mintha egy indiai kert egzotikus virágai libegnének az ezüst hídon, amelyen az ünnepelt misszek átvonultak. Minden miszkezében kezében égköves monogrammal díszített aranytáska. Mr. Harrison ajándéka Holnap viszont Európa valamennyi lapjában benne lesz a szépségkirálynők arcképes nyilatkozata, hogy szépségüket kizárólag a Harrison féle kenőcsnek köszönhetik. A versenyt rendező vállalkozó, egy szakállas, magas férfi, valamikor divacalonja volt Párizsban, elégedetten mosolyog. Harrisontól tól 20 ezer dollárt kapott, amiért a győztes misszeket rávette a reklámnyilatkozatok aláírására. Ez a ravasz szakállas már évek óta rendezi a szépségversenyeket, Harrison húsz ezer dollárjának reményében, amely nem csak bőven fedezi költségeit, de busás hasznot is jelent. Milyen nagyszerű látvány! lelkesült égő arca lelli. Az ember egy pillanatra azt hihetné, hogy a Napkirály udvarába cseppent. Csak verszály udvari báljain lehetett ennyi ékszer, szépség, pompa. Én szívesebben lennék most kint a tengeren. Teli hold van. Jöjjön, szökjünk meg innen. Béreljünk egy vitorlást. Mondotta Nádor: Nem, nem, ez sokkal szebb. Tiltakozott Elli: Csak oktalan fájdítja a szívét. Iricséget, keserűséget szül, amit lát a tenger azonban a magáé is, a virágokat letépheti, az illatuk éppen úgy megmámorosítják, mint a milliómosokat. A lány szinte haragosan nézett a férfire. Látja, ez a maga és magához hasonló emberek baja. Nem tudnak hinni és akarni. Miért ne lehetnék én is mindennek a gazdagságnak, életörömnek ne csak nézője, hanem részese is? Ezek a leányok, akik most átmennek az Ezüst hídon, néhány hét előtt még nem álmodhattak arról, hogy ilyen zengő, csillogó ünneplés közepébe kerülnek, királynőkké koronázzák őket. Ó, egészen bizonyos, mindegyik fényes házasságot fog kötni. Nézze, a férfiak milyen mohó kíváncsisággal nézik őket. A férfi felállt. Köszönöm, Elli, ez legalább őszinte beszéd volt. Most már tudom, hogy nem szeret. Arra gondol, milyen jó volna, ha magát is egy ilyen férfi kérné feleségül. Én e pillanatban a porszemnél is kisebb lettem a maga szemében. Kérem, miért akarja elrontani a kedvemet? Ne érzékenykedjen. Hagyja, hadd élvezzem ezt a nagyszerű látványt. Igaza van. Nem is zavarom tovább. Nádor felállt és sértődötten kivonult. Meg volt sebezve. Halálosan bánta, hogy egyáltalában eljött Nizzába. Ostoba lány. Inkább a hazugságot élvezi, mint azt az eleven valóságot, amelyet ő kínál neki. Még jó, hogy a tenger ilyen csodálatosan szép, nyugodt. Majd egyedül tesz egy kis kirándulást. Elli észre sem vette, hogy a férfi távozott. Egész lelkével, minden idegszálával élvezte a párfőmgőzzel és diszkrét muzsikával telített terem pazar látványosságait. Hogyan ül az a folyton mosolygó, kék frakkos, gyémánt ingombos férfi a trónszerű karosszékben? Mint egy mongol félisten. Szürke, hideg szemei úgy siklanak végig a nőkön, mint egy keleti kényúré. Tud ez az ember szeretni? van olyan művészet a világon, amely felgyújthatja az elfáradt érzékeit. A szürke szemek hirtelen felvetődtek és végig siklottak az erkélyen. Elli szíve heves embert. A tekintetük találkozott. A mosolygó arcon nem változott semmi. Egy frakkos úr néhány szót súgott Harrisonnak, aki válaszolt és elfordította fejét a társaságában lévő hölgyek kissé idegeseknek látszottak. Úgy látszik, bosszantotta őket a nagy érdeklődés, amelyel Harrison a szépség királynőket nézte. Féltékenyek lehettek. Három éppen elég. Nem kell bővíteni a kört. A szerelmi cselszövények története bizonyítja, hogy a szultánok mindig kiválasztanak egy kedvenc feleséget, és akkor a többi csak statiszta a három hölgy szívesen megfojtotta volna egy kanálvízben a jelenlevő többi szépségete. Harrison mindezzel nem törődött. Nem voltak idegei. Felette állt mindannak, ami körülötte történt. Gondolatai már egészen máshol kalandoztak. A szürke szemek megint felszöktek az erkére. Elli megrezzent, önkéntelenül kisé előredőlt. Boldog volt, hogy az új estéi ruháját vette fel, amely közvetlenül elutazása előtt készült el. Jó lenne most egy tükörbe nézni és meggyőződni, hogy jól feste. Az ujjai idegesen markolták táskáját. Egy kis rúst szeretett volna ajkára kenni. A felvonulás befejeződött. Megkezdődött a tánc. A három frakkos parkett táncos meghajolt és táncba vitte Harrison három hölgyét. Harrison pedig felállt és mint egy fejedelem, szörköté tartott. Köszönéseket intett, megszólításokkal tüntetett ki urakat és hölgyeket és lassan eltűnt az általános hullámzásban. Hogy mulat kisasszony? Tetszik önnek a bál? Kérdezte valaki hirtelen franciául ellitől. Megfordult és arcából szinte kiszökött a vér. Harrison állt előtte. Ellie úgy meg volt lepődve, hogy szinte dermedten, némán állt. De Harrison erről nem vett tudomást. Sima mosolyával beszélt tovább. Ön úgy látszik, egyenesen azért jött Nizzába, hogy végignézze a szépség királynők ünneplését. Rosszul tette, hogy nézőnek jött. Versenyeznie kellett volna. Az előbb, mikor felfedeztem Önt, első gondolatom az volt, magát kellett volna Miss Európának megválasztani. És nekem elhiheti. Azt hiszem, eléggé értek a női szépséghez. Ha szabad érdeklődnöm, Ön milyen nemzetiségű? Magyar vagyok, Mr. Harrison. Harrison elégedetten bólintott. Ön tudja a nevemet. Á, persze, mindig valóságos bevonulásokat rendeznek, ha megérkezem, azután sürgősen leadnak rólam a még tájékozatlan idegenek számára bizonyos plegykákat. Én sajnos nem vagyok ennyire informálva önfelől, a nevét sem tudom. Elli vagyok! Csak annyit tudok, kedves Elli kisasszony, hogy önnek elégtétel jár. Miféle elégtétel? Én ön tekintem a szépségverseny győztesének, mondjuk versenyen kívül. És szeretném önnek mindazt a hódolatot bemutatni, amely királynőknek kijár. Ha megengedi, egész nizzai tartózkodása alatt vendégemül tekintem. E perctől kezdve egyik autóm állandóan rendelkezésére áll. Melyik szállodában lakik? Majd annak a garázsában fog állni és szeretném személyesen kalauzolni Nizza rejtelmeiben. Ha kedve van, bejárhatjuk az egész riviérát. A jachtom állandóan indulásra készen áll a kikötőben. Ellikábultan kábultan hallgatta Harrisont. Minden erejére szüksége volt, hogy leplezze rettenetes izgalmát és mosolyogni tudjon. Nagyon köszönöm, Mr. Harrison, de mindez teljesen lehetetlen. Nem vagyok egyedül, társasággal vagyok. A két szürke szem hipnotikus erővel szegeződött rá. Az egyént a kiválóságot éppen az jellemzi, hogy kiválik a társaságból. A csordából, ha szabad magam így kifejeznem. Ön fél. Felesleges. A kirándulásainkra feleségem is el fog kísérni. Holnap löncsre legyen szerencsém a kastélyomban. Majd ott megismerkednek. Pontosan fél egykor, ha szabad kérnem. A viszontlátásra. Harrison továbbment. Egy izgatott szőke fiatalember hajlongott előtte, aki már percek óta settenkedett a háta mögött. Mr. Harrison, egy indulót komponáltam az öntiszteletére. A zenekar mindjárt elfogja játszani. Szabad kérnem. Egy pillanat türelmet a jazz karmestere tölcséren harsogta a terembe. Harrison induló Mösziő Henry Gerald szerzeménye Általános taps, halljuk! Kiáltások Harrison megvetően mosolygott. Már ismerte az otromba komédiát. A karmester és az ifjú zeneszerző összejátszanak. Minden szezonban megismétlik ezt a trükköt. Harrison indulókat és tangókat mutatnak be abban a biztos reményben, hogy a milliárdos bőkezően fizet. Harrison a komponistához fordult. Majd jelentkezzen a titkáromnál. Negyedik fejezet. Madam Harrison a legfigyelmesebb háziasszonynak bizonyult. Kár, hogy a löncs után heves fejfájást kapott, és sürgősen vissza kellett vonulni a magállakosztályára azért még mindig elegen maradtak a sárga szalomban, ahol a feketét és a konyakot itták. A háziorvos, aki egész étkezés ideje alatt Harrison mellett ült és vigyázott, hogy drága páciense ne egyenigyon kelleténél többet. Néha szeliden megrángatta Harrison kabátját, kérem, vigyázzon, az ital hideg. A pástétomból kevesebbet ajánlok, nehezen emészthető. Ilyenkor Harrison mindig mosolygott és azt mondta. Ó, nagyszerű, rendben van, orvos úr. Jelen volt a titkár, aki valahányszor Harrison egy-egy kirándulás, bevásárlás vagy mulatság ötletét vetette fel, nyomban gyorsírással bejegyezte noteszébe jelen volt a sporttrénerek csoportja, a pólómester, a krikettanár, a boxoló izombajnok és ott volt a három szépség is, Kitty, Louise és Mariette kisasszonyok, akik Anglia, Franciaország és Spanyolország női bájait képviselték. Sziruposan édesek voltak a szörnyen elfogódott Ellihez, olyan szemtelenül jó akaratúak és fölényesek, ahogyan a szerelem világában jártas, magabiztos nők szoktak lenni a komoly vetétásnak nem tekinthető kezdőkkel szemben. Szinte hangsúlyozták a semmibevevést, a válveregető leereszkedést, hogy ezzel éreztessék Harrisonnal, milyen jelentéktelen kis macskát villázott fel. A hölgyek fejedelmi ékszereket hortak és a lábukon lévő harisnya alig ha nem többbe került, mint Elli egész toaletje. Harrison meglehetősen szófukar volt. Senki sem mondhatta volna meg, hogy jó vagy rossz kedvű -e. Még kevésbé azt, hogy mire gondol ez a titokzatos ember. A löncs után Harrison azt indítványozta, hogy menjenek a játékterembe kiderült, hogy a kastélyban szabályosan felszerelt rulett és kártyaszoba van, frakkos játékmesterrel, Atlasz térnadrágot viselő lakályokkal, zsetonokat adó teremfelügyelővel. A játékterem barokk stílusban épült, oszlopok, aranyozott erkélyek, sejemtapéták, művészi freskók és szobrok tették elragadóvá. Harrison Tront e kártyát indítványozott Ellinek, a titkárnak és a házi orvosnak. A többiek a rulettasztalnál foglaltak helyet. Elli elpirult, zavarban volt. Nincsen pénzem, mondotta. Nem számítottam, hogy játszani fogunk. Ó, mosolygott Harrison, de 20-30 frankja csak van. Annyi, igen. Kezdetnek elég. És reméljük, a többit majd megnyeri. Igen, Harrison pontosan jósolt. Elli nyert állandóan nyert. Harrison nevetve biztatta, hogy csak duplázza nyereségéből a téteket. Használja ki a régi játékos babonát, hogy aki először ül lejátszani, azt a játék démona pártfogásába veszi. Holnap már bizonyára veszíteni fog. Harrison volt a bankár. Ő osztotta a kártyákat. Elli körül forgott a világ. Kis kerek lapocskák hevertek előtte, és mindegyiken egy-egy szám állt, tízezer, ötezer, ezer, ötszázadik. Ez mind pénz vagy játék. Elli nem tudta elhinni, hogy ez valóság és egy gyermek vakmerőségével és felelőtlenségével játszott. A kerek lapocskák egyre szaporodtak előtte. Egy óra múlva azt mondta Harrison, hogy mára elég lesz, kirándulást tervez Monte carlo -ba ott fognak vacsorázni és meghallgatják a vendégszereplő párizsi operát. A frakkos, öreg tisztviselő, aki a zsetonokat hozta, egy banki tett Elli elé. 50 ezer frank. Parancsoljon, madmazel! Ellinek még a nyelve is elzsibbadt izgalmában. Félelem és boldogság harcolt a lelkében. Vagyon feküdt előtte pillanatig sem volt kétséges, hogy Harrison szándékosan hagyta nyerni. Ilyen gyengéd és elmés formában ajándékozta meg. Ezt még csak visszautasítani sem lehetett. Harrison titokban nézte és élvezte a boldogságban remegő, égő arcú leányt. Örülök, hogy nyert, mondta Harrison. Legalább nem kell visszamennie a társas utazással meghosszabbíthatja nizzai tartózkodását. És most, ha tetszik, a kocsiként áll. Visszamehet szállodájába átöltözni és pihenni. Este kilenckor együtt indulunk Monte Carloba. Mindezt olyan egykedvűen, nyugodtan mondta, mintha valóban csupán egyszerű szórakozásról lenne szó. Holott Elli most már tisztában volt azzal, hogy Harrison mélyen belenyúlt az életébe, és ördögi ügyességgel dolgozik. Milyen egyszerűen intézte el az itt maradását? Még csak nem is beszélt előzőleg róla. Befejezett tény elé állította. Elli boldog volt, mikor végre egyedül ült az autóban és gondolkozhatott. Ez a kocsi is, amelyen megy, tegnap óta a szállodájában kizárólag az ő rendelkezésére áll a sofőrrel együtt. A társasutazáson részt vett hölgyek és urak meg voltak rökönyödve, elképett és epés megjegyzések röpködtek emberek gyors szerencséjéről és bámulatos karrierjéről a nők felvonták orrukat, egyszerre fagyos hidegek lettek, éles gúnyjal mondogatták, a Gábor kisasszony önállósította magát, ő már nem áll szóba olyan szegény emberekkel, mint mi vagyunk. Talán ne is zavarjuk külön programjaiban. És Elli egyszerre tudomásul kényszerült venni, hogy kinézik, bolykottálják, iriglik és az erkölcsösség örve alatt megvetik. De olyan lázban égett, annyira kábító ködökben támolygott, hogy ezzel egyáltalában nem törődött. Elragadta egy mámoros szédület, megtelt optimizmussal, csodák váltak körülötte valóra. Csak nádor mérnökkel való helyzete volt kínos. A szerencsétlen fiú lefogyott, lelke mélyéig fel volt dúlva. Az Isten szerelmére, ellájk könyörgött, térjen észre. Mit akar? Elzülleni. Beáll a riviérai félvilági nők közé. Harrison szeretőinek számát akarja szaporítani. Hogy mer velem így beszélni. Meg kell ezt mondanom. Maga elvesztette a józanságát, a talaj kicsúszik a lába alól. Nekem kell visszatartanom, mert én szeretem és féltem. Ne féltsen! Semmi sem történik. Csak néhány ragyogó nap valami, ami soha többé nem tér vissza. Hadd legyek egyszer az élet királynője. Hiszen néhány nap múlva megint kezdődik a régi élet. És most tele volt pénzzel. Vagyon gyűrődött a táskájában. Annyi pénz, amennyivel még sohasem találkozott magánéletében. Az álomszilárd talajt kapott, őrület lenne erőszakkal félbeszakítani. Hiszen ez még csak a kezdet kezdete. Milyen csodálatos meglepetések várhatnak még rá? Nádor már türelmetlenül várta. Sápadt, gyűrött, rossz kedvű volt. Nem mentem a többiekkel mentonéba, mondotta. Magát vártam egész délelőtt. Elli, okosan kell beszélnünk. Kedves László, igazán megható a maga nemes és őszinte barátsága. De én most nem lehetek érzelmes önzőnek kell lennem, meg kell ragadnom a szerencsét, amely most mellém került. Kérem, ha igazán szeret, ne akarjon elém állni. A mérnök keserűen mosolygott. Tudom, egyáltalában nem lehetek Harrison úrvetétársa. De arra mégis csak figyelmeztetnem kell, hogy holnap az idélnek úgy is vége szakad. Délben indulunk visszafelé. Én nem megyek, László. Maradok, a mérnök elsápadt. Marad. Miből? Hogyan? Rengeteg pénzt nyertem szerencsejátékon. Ezt el kell hinnie. Becsület szóra mondom, nyertem. Érti? Igen, értem. És most? Maradok. Nincsenek terveim. Hagyom, hadd sodorjanak a hullámok kedvük szerint. Maga nem tudja, milyen nagyszerű ez. A férfi lehajtotta fejét. Végtelen szomorúság ült az arcán. Akkor hát csak ugyan elválunk. Borzasztóan fáj, hogy itt kell hagynom. Félek. Egész lelkemmel aggódom magáért. Rettenetes, hogy ez így történt. Nem tudott tovább beszélni, szavait elfolytotta a torkát szorongató írás amikor Elli szobájában magára maradt, agyalázasan lázasan dolgozott. Még fülében csengtek nádor szavai, maga előtt látta a feldult arcú, kétségbe esett férfit. A lelke mélyén bizonytalan érzések nyugtalankodtak. Előbbi nagy önérzete és bizakodása már eltűnt. Valóban, mit akar tőle Harrison? Hová vezet a furcsa barátság? Hiszen Harrison nős, Micsoda feleség az, aki tűri, hogy a férje három barátnőjét is a kastélyba csempészé, és aki diszkréten eltűnik az ebéd végén. Harrison érdekes, rendkívüli ember, aki nagy hatással van rá. Nádor különb emberi érték, becsületes, drága, meleg lélek. Harrison csupa rejtett kegyetlenség, félelmes és izgalmas titok. De éppen ez az, aminek ellenállhatatlan hatása van. De a titkok mögött szörnyű meglepetések lappanghatnak. Olyan erőkkel került szembe, melyek mellett az ő tapasztalatlan lénye eltörpült, tehetetlen porszem. Nem szabad egyedül maradnia. Itt kell tartani Nádort is. Egy embert, akihez menekülhet, ha baj van. De hogyan tartsa vissza? Nádornak nincsen pénze, és ha volna is, micsoda vakmerő és méltatlan játék lenne azt követelni, hogy a férfi, aki szerelmes belé, itt maradjon és statisztáljon az ő és Harrison flörtjéhez. És mégis itt kell maradnia. Ellie felemelte a házi telefont és felkérette a szálloda igazgatóját. Néhány perc múlva Schmidt úr bekopogott. Parancsol, kisasszony! Uram, én itt akarok tartani egy urat a magyar vendégek közül. Az igazgató diszkréten mosolygott. Várta, hogy mi lesz ebből. Az illető Nádor László építőmérnök. Nézze, kérem, én átadok önnek négy ezer frankot. Legyen szíves, hívasa magához a mérnök urat. Mondja neki, hogy ön legközelebb bizonyos pótépítkezéseket akar végeztetni szállodájával kapcsolatban. A vendéglistából látta, hogy egy magyar építész is van a szállodai vendégek között, és maga már sokat hallott a magyar építészek nagyszerű ízléséről és ötletességéről. Szeretné, ha Nádor úr is készítene egy tervet, amelyért szívesen fizet neki négy ezer frankot. Nádor úr természetesen boldogan fogja vállalni a megbízatást, és én elérem célomat. Legalább két hétig fog mérni, rajzolni, tervezni. Megértett, kérem. Kisasszony, ön elmészségben lefőzi saját hontásnőimet is, akik pedig büszkék arra, hogy ötletek terén ők vezetnek. Az igazgató átvette a pénzt és elhagyta a szobát. Ötödik fejezet a szenvedélynek is vannak orkányai és ciklonjai, melyek 300 kilométeres vadvágtatással törnek ránk és elpusztítanak minden értelmet józanságot, félelmet. Harrison életében először volt komolyan szerelmes. Félelmes mélységekből tört elő ez az érzés, vastagra rétegeződött gonosz cinizmus, aljasság, kegyetlenség mögül. Megdöbbentette, felháborította és megzavarta, hogy Ellinél ellenállásra talált. Igen, tíz nap alatt még az első csókik sem jutottak el. Harrison még sohasem harcolt női kegyekért. Egyszerűen rendelkezett. A nők bódultan hullottak lábai elé. Az arany remek kábítószernek bizonyult. És ez a lány érthetetlen. Kedvesebb, mulatságosabb, élénkebb, mint bárki azok közül, akik eddig eléje kerültek és friss, üde arcán nem látszik átvírasztott éjszakák beteges sápadsága. Akarta ezt a lányt? Először a gazdagsággal szédítette még háromszor ültette a kártyaasztalhoz és Elli mindig nyert. Már több mint 200 000 frankja volt. Azután három autóra ültette Kitty, Louis és Mariette kisasszonyokat, felrakatta podgyászaikat és titkára útján mindegyiknek egy-egy cseklapot küldött. El sem búcsúzott tőlük. A kényurak nem érzelmeskednek és nem törődnek érzékenységekkel. A három hölgy dühöngve tudomásul vette, hogy szélnek eresztették őket. És aznap délután Harrison azt mondta Ellinek. Szeretném, ha észrevenné, hogy most már maga az egyetlen nő, aki hozzám tartozik. Elli csodálkozva nézett Harrisonra. Az egyetlen. És a felesége. Harrison nem válaszolt. Mintha ezt a kérdést nem is hallotta volna a tengerre mutatott, amelynek örökké kék színe most, mintha szürkés zöld bejátszott volna. Maritka látványban lesz része. Vihar készülődik, szokatlan látvány a rivierán. Szereti a viharokat? Imádom. Harrison közel hajolt a lányhoz. A halál rettentő misztikuma sötétlik bennük. Nem fél tőle. A férfi szeme most zöldes szürke volt, mint a vihar előtti tengeré. Fenyegető, sötét, kifürkészhetetlen. Elli megborzongott. Félek. Mondotta és összép húzta kis fehér kettjét. Harrison intett egy lakájnak. Koktélt, a plentásbár tengerre nyíló teraszán, Nizzától mintegy 20 kilométernyire az országút egy festői részén bizartársaság szokott délutánonként összeverődni. Csupa szökevény, tilosban járó szerelmes, akik a Riviera legkülönbözőbb paradicsomaiból, kánból, mentonéból, Nizzából, Monte Carlóból, Huan szögdösnek ide. Fiatal gyerkőcök, alig húsz éves fiatal emberek, Rikítóra színezett, pegyhüt bőrű, 50 esztendőn felüli agyonék szerezett amerikai milliómos nőkkel és szikár, sohasem bénülő, a gondalanság jól konzerváló környezetében kitenyésztett 70 éves lovagok kötnek itt ki Európa és Amerika legtündöklőbb film és revű szépségeivel. Élő botrány krónika a bár, melyen át a szerelem aranyjal, ezer frankos párfőmökkel, ezer dolláros prémekkel, kedilek autókkal, ópiummal és paralízissel kevert szencsatornája hömpöláig Az egyik óriási legyezőpálma aláállított, piros sejempárnákkal kényelmesített kerti karosszékben zsírosan és a vastag festékrétegek lilavörös egyvelegében nyújtózott Harrisonné világos sárga ruhát hordott, amelynek rengeteg anyaga is alig tudta keretbe szorítani a túlzottan gömbölyű bájakat, a sejmet szinte szétfeszíteni akaró kebleket. Mellette egy férfi szépségült. Olajbarna bőrű, villogó szemű, szénfekete hajú, tökéletes alakú spanyol. Hallgas, hallgas, hozé! Nevet Harrisonné! Úgy is tudom, hogy hazudsz. Szédíteni akarsz. És tegnap is láttalak azzal a kis vörös tyúkkal. Tudod, hogy az nem szerelem. A partnernőm. Nem hiszek neked. Zsarolni akarsz. Mennyi pénzt akarsz? No beszélj, bébikém. Tegnap nagy pecem volt a kaszinóban. Húsz ezer frankot vesztettem. De ne beszéljünk erről. Eljössz ma is az édenbe. Szeretnék táncolni veled. Nagy kutya vagy hozé. A szád és a nyelved sima, mint a kígyói. De sohasem tudnál valami őrültséget elkövetni értem. Valamit, amivel megmutatnád, hogy igazán szeretsz. Nem panaszkodhatsz, Dóra. Mindig mindenben rendelkezésedre állok. Mondta hozé túlzott gesztussal. Az asszony keserűen félrevont a száját igen, kiszolgálsz, mint egy hű és figyelmes inas. De én azt akarom, hogy szeres. Érezni szeretném, hogy nem csak a pénzemért vagy mellettem. Eh, őrült vagyok. Most kinevetsz magadban. Te, hozé, mit mondanál ahhoz, ha megvallanám, hogy én is gyűlöllek? Igen, utállak. Vannak pillanatok, mikor meg tudnálak ölni. Félrebeszélsz, Dóra. Nem, nem ez az igazság. Te hozé, én azt hiszem, túl sokat ittam és most részeg vagyok. Mond, elhiszed, hogy én szerelmes vagyok. Szeretném hinni, hogy igen. Te hülye! Mit vigyorogsz? Nem beléd vagyok szerelmes. Én a férjemet szeretem. Érted? Az uramat? Hohó, -ho, ugratni akarsz. Te állat! Te igazán nem számítsz, és nem is érted, amit mondok. Én ezt az embert szeretem, aki engem még soha egyetlen egyszer meg sem csókolt. Aki hat év óta nem vette észre, hogy nő vagyok. Te tudod, mit szenvedtem én ezért az emberért? Titokban tanultam, művelt lettem, egy grófot fogadtam, és egy elszegényedett hercegnőt, akik arra tanítottak, hogyan kell előkelő társaságban viselkedni. És napról napra tűrnöm kell, hogy a férjem úgy bánik velem, mint egy számba sem jövő senkivel, mintha még mindig a. Elharapta a szót, nem mondta ki, mintha még mindig a cselédje jelennék. Sóhajtott és vadul, szinte szikrázódűvel folytatta. Tűrnöm kell, hogy a kastélyba hívja a szeretőit, és nekem még udvarolnom kell nekik. Kiszolgálom őket. Nem érgelődj, Dóra! Mosolygott mézédesen a spanyol. Itt vagyok én. Hát nem kárpótollak mindenkiért. Te sem szeretsz. Ne gondolj hülyének. Jól tudom, hogy mi tart mellettem. Rossz vagy hozzám. Szeretnélek végigkorbácsolni hozé. Rajtad töltenem ki a haragomat és gyűlöletemet, amely az egész világ ellen felhalmozódott bennem. Csak ugyan részeg vagy anyuskám. Nem bírod a zöld italt. Ettől mindig megbolondulsz. Röhögnek rajtam. Dühöngött Harrisonné. Az emberek a szemembe vihognak, mert tudják, hogyan bánik velem az uram. Sajnálnak, vagy megvetnek. És egyiket sem lehet elviselni. Érted? Egyiket sem. A férfi keze az asszony nyakára, és megsimogatta. No, ne keseregi már! Gyere, kocsizzunk a narancsliget felé. A ligetben sétálunk egyet. Harrison némán engedelmeskedett. Csak ugyan túl sokat ivott. Homályosan érezte, hogy egészen hiába való dolgokat fecseg, és mindennek semmi értelmesen volt. Az autóban hozé átölelte a derekát. Mered még mondani, hogy nem szeretsz a robogó kocsiról doblak a tengerbe. Vigyorgott, fehér fogai vakítóan billantak ki az érzéki szájból. Egy autó jött velük szemközt. A hegyoldalba vágott szűk úton a két kocsi alig tudott egymás mellett elhaladni. Harrisonné azonnal felismerte a bennülőket. A férje volt a magyar lányjal. Harrison szeme meg sem rebbent, mikor elmentek egymás mellett. Egyáltalában nem volt bizonyos, hogy ő is meglátta-e feleségét és a mellette ülő spanyolt, vagy nem. Hozé, aki mindebből semmit sem vett észre, be akarta fejezni gálán szolgálatait, és az asszony fölé hajolt, hogy megcsókolja. De Harrisonné heves mozdulattal taszította el. Nem. Most nem akarom. Hozé vállat vont, visszaegyenesedett ülésén, és egy hatalmas szivarra gyújtott. Hatodik fejezet Harrisonnénak a feje fájt. Már két piramidon szedett és kínzottan ült a kitárt ablak mellett. A szökőkutat nézte, a bronzból és márványból faragott mezitelen nimfákat és szatírokat, akik a kút sziklacsoportján játszadoztak, az óriási vörös, sárga, kék és fehér virágokat, az indiából hozatott lótuszokat, melyek a melegvizű patakban ringottak, a rikácsoló papagájokat és pávákat, karut és sutikut, a két szelídített csimpánzt, akik szabadon jártak keltek a virágágyak között igazi urak voltak, nem gázoltak a gyepre, megelégedtek azzal, hogy a fák karcsú ágai között végeztek nyaktörő tornamutatványokat. A szoba ajtaja kinyílt, és Harrison lépett be. Az asszony meglepetten ugrott fel. Erre még nem volt példa, hogy a férje keresse fel. Dóra, mondotta Harrison, egy kis beszélni lenne. Kérem, beszéljen. Az asszony minden porcikájában remegett ösztönösen érezte a fenyegető bajt. Nem nagy dolog az egész. Meg akarom köszönni eddigi jó szolgálatait, amelyekre ezentúl már nem lesz szükségem. Hogy érti ezt? Dadogta Dóra, és az arca szinte elfehéredett. Meg akarok nősülni, és mi ketten most szépen elválunk. Természetesen bőségesen gondoskodom magáról. Kettő millió frank és teljesen berendezett palota Párizsban, Londonban, New Yorkban, vagy ahol parancsolja. Nem, ez lehetetlen, teljesen lehetetlen. Hebegte magán kívül. Harrison megdöbbenve nézett Dórára. Meg sem értette, hogy miről van szó annyira képtelennek érezte ezt a lázadást. Mit mond, kérem? Kérdezte. Arcáról egyszerre eltűnt az örökös mosoly. Jéghideg, kegyetlen mongol arc nézett az asszonyra. John, ne üzzön el, magával akarok maradni. Szeretem. Harrison zöld szemei sötét tűzzel villantak meg. Megőrült. Hogy merészeli? Szeretem. Kiáltotta magánkívül a szerencsétlen asszony. Hát nem látja, mit szenvedtem maga mellett hat esztendőn át. Minden megaláztatást eltűrtem, mert maga mellett lehettem. Mert mégis reménykedtem, hogy egyszer. Egy napon talán valóban a felesége leszek. Hallgasson! Kiáltotta magánkívül Harrison. Ennél gyalázatosabb dolgot még nem is hallottam. Mi világosan megegyeztünk, hogy csak formailag kötünk házasságot. Hol van még nő, aki annyit kapott volna gazdájától valaha is szolgálataiért, mint maga? Számlálatlan pénzt, korlátlan szabadságot, társadalmi nevet és rangot. Úgy látom, zsarolni akar még többet. Nem. Nem. Sikoltotta Dóra. Egy fillérje sem kell. Csak szeressen. Vigyázzon. Kiáltotta most már fenyegetőleg Harrison velem nem lehet büntetlenül újat húzni. Ne kívánja megismerni az ökleimet. De hát miért, miért ne volna lehetséges, hogy szeressen? Zokogta Dóra. A világ már régen tudomásul vette, hogy a felesége vagyok, és soha senkinek sem volt kifogása ez ellen. A legelőkelőbb hölgyek boldogan voltak társaságomban. Estéjeinken kifogástalanul töltöttem be a háziasszony szerepét és el tudtam tűnni, amikor csak parancsolta. Elutaztam, ha így kívánta. Megalázottabb voltam az utolsó kutyánál. Ha akarja, tovább is tűröm ezt a poklot, csak ne váljon el. Harrison felhördült, és megragadta karjánál az asszonyt. Senki sem hitte volna, hogy ez a vékony test csupa acélizom. Újai rettenetes erővel vésődtek Dóra karjába, az asszony felsikított és eszelős rémülettel nézett az urára, aki eltorzult arccal, ellenállhatatlan erővel vonszolta maga után. Két szobán keresztül hurcolta vergődő áldozatát, akinek lila vörös lett az arca és elfulladva hörögte. Az Isten irgalmára mit akar, ne bántson! Még egy ajtó vágódott fel. És ott álltak a korbács múzeumban. Dóra visszatántorodott. Vad erővel akart menekülni, de Harrison, mint egy tébolyult, írtózatos erővel rángatta vissza. És a következő pillanatban felkapott egy rinocéros ostort. Dóra írtózva velőtrázó sikoltással kapta arca elé a két kezét. A korbács kegyetlen csattanással csapott a hátára. A ruha megrepett az ütés nyomán, és véres csíkot hasított. Még egy állatian dühös ütés. Dóra eszméletlenül esett össze. Harrison egy korsó vízzel öntötte végig. Az ájult nő kinyitotta szemét. Harrison még mindig ott állt, kezében a korbács. Most már tudod, mi vár rád, ha tovább ellenkezel. Mondotta gyűlölettől remegve. Remélem, elég lecke volt, okultál belőle. Itt a nyilatkozat, amelyben kijelentett, hogy megcsaltál. Viszonyod volt Don Miguel hozé parkett táncossal. Nem igaz, csak a táncpartnerem volt. Hiszen te hozzám az alhambrában. A rinocéros ostor ismét a levegőbe emelkedett. Aláírod? Sziszek te Harrison. Dóra halára kínzottan, az eltaposott férek tehetetlenségével nyúlt a töltőtől után és a nyilatkozat aláírta nevét. A rejtélyes kínai mosoly visszaszökött Harrison arcára. Rendben vagyunk, mondotta. Igazán nem értem, miért kellett ezt ilyen kínos formában kierőszakolnom. Remélem, ezentúl több józansággal és udvariassággal fogok találkozni. Hátat fordított és kisietett a szobából. Nem látta, hogy a véres revert, szerencsétlen asszony milyen kínlódva tápászkodott fel és hogyan támolyog a szobájába. Ott gondosan becsukta maga mögött az ajtót és egy számot tárcsázott fel. Te vagy az hozé. Azonnal találkoznunk kell. Életbe vágó dologról van szó. Sok-nagyon sok pénzt kereshetsz. Hetedik fejezet. Nádor László reménytelenül vergődött napok óta a pótépítkezés terrajzával. Nem csoda, hiszen a gondolatait képtelen volt a munkára összpontosítani. Minden igyekezete kárba veszett, mert buzgalmánál és akaratánál erősebb volt rémült nyugtalansága és kínzottsága, mit csinál Elli? Még mindig reménykedett. Már azt is csodának tekintette, hogy az utolsó pillanatban kapott munka lehetővé tette, hogy továbbra is nizzában maradjon. És a szerelmes ember határtalan akarása és kétségbe esett reménykedése egyre biztatta, hogy valami történni fog, ami Ellit ismét kiózanítja. Azt már látta, hogy a leányt vak szenvedély hajtja előre. Olyan felfokozott idegállapotban élhetek óta a rázuhanó tömegek közepette, hogy képtelen nyugodtan gondolkozni és mérlegelni. Talán nem is akar. Nem mer mérleget csinálni, csak viteti magát a forró sirokkóval, amelynek sodrába került. De a szerelmesek éppen úgy hisznek a képtelenségekben, akár az őrültek. Nádor nem adta fel a harcot. Voltak pillanatok, mikor egész lelkével, minden cseppvérével érezte, Elli az övé lesz. De az is igaz, hogy ezekre a fellobbanó bizakodásokra súlyos csüggedéssel szakadtak a reménytelenség és kiúzanodás keserves órái. Igaz, Elli minden nap talált néhány percet, amikor beszélgettek és ilyenkor kedves, barátságos volt, de a férfi könyörgésére mindig csak egy válasza volt. Kedves barátom, nagyon köszönöm, hogy ilyen jó hozzám, de mi nagyon messze szakadtunk egymástól. Nem szabad rám haragudnia. Ami velem történik, abban én talán nem is vagyok cselekvő személy. Az eszemnél és akaratomnál erősebb hatalmak intézik sorsomat. Vigyázzon az ébredésre, Elli. A nagy viharok jellemző tulajdonsága, hogy rövid ideig tartanak, és nyomukban nem marad más, csak a szörnyű pusztulás. Elli szemében lázas tűz csillogott. Nem, László, velem most nagyszerű dolgok történnek. Én már nem vagyok, és sohasem lehetek többé az, aki voltam. És ez nem csak képzelődés, hanem kézzelfogható valóság. A szerencsejátékon nyert pénzre gondol menekülnie kellene vele, hogy megmentse. Mire vár még? Mi következhetik még? Nem tudom. De látja, mégsem mehetek. Örök gyötrő nyugtalanságként égne bennem a szemrehányás, hogy életem legnagyobb lehetőségei elől menekültem. Még várnom kell, még történnie kell valaminek. László feladta a meddőharcot. Érezte, hogy Elli teljesen kisiklott hatalma alól. Egyre nagyobb távolság zuhan közéjük. És akkor egy napon Elli lelkendezve, az izgalom lázában szállt ki fehér autójából. Valósággal rátört Lászlóra, mint aki alig várja, hogy végre megmondja valakinek a nagy titkot és szenzációt. Barátom, milyen boldog vagyok, hogy itt találom. Most megfulladnék, ha egyedül lennék, ha senkinek sem mondhatnám el, hogy mi történt. Sohasem volt nagyobb szükségem egy megértő, kedves barátra, mint most. László letette a körzőt, és a rossz előérzet folytott izgalmával fordult Ellihez. Mi történt? Menyasszony vagyok! Menyasszony! tántorodott meg a férfi. Igen! John Harrison megkérte a kezemet. Nádor fehér volt, mint a fal. De hiszen... Tudom, mit akar mondani. Hogy nős, felesége van. Elválnak. Láttam az asszony nyilatkozatát. Ma délután együtt voltam Harrison ügyvédjénél, aki már holnap reggel benyújtja a vállópert. Azt mondta, néhány hét alatt lebonyolítják. Hiszen Harrison mérhetetlen vagyona minden utat megnyit. Hozzámegy. Hebegte László elfulladva és a szeme könnyes lett. Szereti. Elli arca egy percre elkomorult. Mintha kihunt volna az a nagy lángolás, amely hetek óta szüntelen lobogással fűtötte. Gyónni akarok magának László. Én magát jobban szeretem. Látja, van bátorságom ezt megmondani és bevallom, úgy félek, remegek mindattól, ami történt és ami még előttem áll, mint egy kincskereső, aki előtt félelmes barlangot nyitnak meg, amelyben drága kövek vannak, de lehet, hogy ismeretlen szörnyek és démonok leselkednek. Túlságosan nagy a szerencse, amelyért. Nagyon kérem édes, jó barátom, ne tartson most erkölcsi leckésztetést. Ne mondja azt, hogy a lélek nyugalma többet ér a dollármillióknál ne beszéljen szívről, egyszerűségről és más ilyesmikről. Talán csak ugyan van egy magasabb erkölcsi világrend, amelynek szemszögletéből nézve én most csúf, erkölcstelen, önző dolgot csinálok. De akkor sem tudok más lenni. Harrison a világ egyik leggazdagabb embere, és most maga mellé akar ültetni a mesevárába. Nézze, én dolgozó, modern lány vagyok, én tudom, mi a reális élet, bennem nincsenek olyan érzelmes ellágyulások, mint a régi regények hősnőiben. Én nem tudok milliókat, hatalmat egyszerűen felrúgni, nem tudok föléjük emelkedni a magasabb erkölcsiség nevében. Higgye el, mindenki így cselekedne a helyemben. Lehet, hogy én most védekezni akarok maga előtt, lehet, hogy jól esne, ha azt mondaná, hogy igazam van és megkönnyítené lelki ismeretemet. Én ezt sohasem fogom mondani. És ha egyetlen lehetőségem nyílna, hogy visszatartsam, megtennem. Harrison szeret, és ő is érdekel engem. Van benne valami, ami csodálatra méltó, lenyűgöző erő és szinte emberfeletti hatalom, amely mindent megvalósíthat. A pénz ereje, amely most magát is elrabolja, Elli. Amely mellett az én szavam nevetséges szúnyogdöngés. És mégis azt mondom, talán meghallja ezt az erőtlen szót is, maga nem a boldogság útján indul el. Miért nem tud igazságos lenni, László? Vagy önzetlenebb? A férfi csüggetten nézett maga elé. Talán igaza van. Én a szívemmel nézem mindazt, ami magával történt. A szerelem végtelen önzésével állok útjába. Jobb is, ha feladom ezt a szomorú csatát. El fogok tűnni az életéből ellé. Talán még ma este elutazom, lehet, hogy holnap mindegy. Jobb is, ha nem találkozunk többé és nem búcsúzunk. Vannak búcsúk, melyeknél igen keserves megfelelő szavakat mondanunk egymásnak tűnjünk el egymás életéből. Szorítsunk szépen kezet és... Isten bele! Elli egy pillanatig megrendülten állt. Azután hirtelen mozdulattal a férfihez hajolt, arcon csókolta és azt mondta. Isten bele! A következő pillanatban felszaladt a szálloda lépcsőin. Nyolcadik fejezet. Hozé visszahökkent, mikor Harrisonnét megpillantotta még sohasem látta ilyen feldultnak. A szerencsétlen asszony ijesztően nézett ki, arca sápat volt, nehezen és aprókat lélegzett. A szája időnként görcsösen megrándult. Karosszékben ült, párnák közé ágyazva. Harrisonné a kastély egyik külön épület szárnyában lakott, melynek lakosztálya egészen elkülönült a főépülettől és más úton volt megközelíthető, mint a kastély főbejárója. Harrison ezt természetesen nem a felesége, hanem a maga kedvéért és kényelméért építette így. Mi történt veled? Kérdezte Hozé őszinte megütközéssel. Hozé súgta rekedten Harrisonné, akarsz pénzt rengeteg pénzt keresni. A spanyol szeme felcsillant. Természetesen. Minek kérdezel ilyen feleslegeseket? Harrisonné lehúzta egyik ujjáról a hét karátos óriási brilliáns gyűrűt, és oda nyújtotta az elképet dzsigolónak. A tied? Ez csak előleg. Száz ezer frank készpénzt kapsz még, vagy ha akarod, ezt a másik gyűrűt vagy a fülbevalómat választhatsz. És mit kell érte csinálnom? Ismered azt a lányt, aki a férjemmel jár napok óta. Tudod, azt a magyart gondolom. Hogy ne? Természetesen. Szép kis muri volt miatta. A három kidobott hölgy őrjöngött. Különösen merítő. Ha nem lépek közbe, azt hiszem, levitriolozta volna. Annak a lánynak el kell tűnnie. Érted? Muszáj. Hozé élesen Harrison-néra nézett. Meg akarod öletni. Pusztulnia kell, behálózta, tökéletesen megbolondította a férjemet. Harrison válni akar tőlem, hogy feleségül vehesse. Ostorral vert meg miattal. Ide néz csupa vér még most is a hátam. Letépte magáról a kínai sejem pizsamát és megmutatta a szörnyű sebeket. A spanyol elfüttyentette magát. Ettől ugyan megkaptad? Mondta némi gúnyjal. Az asszony szeme tüzelt a haraktól. Ezért fizetni fogok. A te kezeid messze nyúlnak, hozé. A spanyol tiltakozva intett. Hová gondolsz? Csak nem gondolod. Harrisonné türelmetlenül vágott közbe. Most ne komédiáz. Tisztában vagyok veled. Benső viszonyban vagy nizza egész alvilágával ha akarod, akkor ez a lány eltűnik. És akarnod kell. Fegyházba vagy vérpadra akarsz juttatni. A te dolgod, hogy ügyesen intéz mindent. Egész életedben nem lesz semmire gondod. Gazdaggá teszlek. Megszökhetsz Ausztráliába vagy Ázsiába, ahol soha meg nem találnak. És nem is kell a saját bőrödet kockáztatni. Találj ki valamit. Bérej fel másokat! De azonnal hozé keresztbe tette lábát, és cigarettára gyújtott. Néhány pillanatig némán szívta. Az asszony hideglelősen várta válaszát. A spanyol letette a cigarettát. 200 ezer frank! mondta hidegen megőrültél, és előre kell biztosítanod átadod a gyöngysorodat és a nagy gyémánt diadémot. Egy idejűleg mellékelsz hozzájuk egy saját kezüleg írt nyilatkozatot, hogy az ékszereket saját elhatározásodból ajándékba adtad nekem. És ha megszöksz? Ha csak kicsalod az ékszereket? Hozé vállat vont. Ez bizalom kérdése. Csodálom, hogy ekkora titkot mertél rám bízni, ha kételjeid vannak hiszen ha csak pénzt akarnék szerezni, úgy most sokkal kényelmesebb és kockázatmentesebb lenne, ha egyszerűen átsétálnék az urathoz és közölném vele, hogy micsoda megbízást kaptam. Azt hiszem, szívesen megadná ennek az összegnek a kétszeresét is a kis titokért, és nekem még a fejem sem fájdulna meg. Harrisonné arca hamuszürke lett. Nagyobb és agyafurtabb gazember vagy, mint gondoltam. Megkapod az ékszereket, de esküdj, hogy megteszed, amire kértelek. Hozé gúnyosan nevetett. Esküdjek? Kissé különös lenne Istent hívni tanúnak ilyen vállalkozáshoz. Bolond vagy, Dóra. De légy nyugodt. A mi világunk betyár becsülete különb és szigorúbb, mint az úri kaszinóké. Mi végrehajtjuk azt, amiért megfizettetjük magunkat. Harrisonné nehezen feltápászkodott és remegő léptekkel ment a falba épített páncélszekrényhez, melyet titkos gombnyomással nyitott fel. Egy fiókból kivette a gyöngysort és a diadémot. Hozé szemrebben és nélkül nyugodtan ült a helyén. Megvárta, amíg az asszony hozzáviszi a mesés értékű kincseket és olyan hideg, fölényes mozdulattal csúsztatta azokat zsebébe, mintha mindez életének legapróbb, minden jelentőség nélküli epizódja lenne. Orcátlanul belecsókolt Harrison nyakába. Légy nyugodt, szívecském, megszabadítlak a lánytól, ám bár, ha meggondolom, nem vagy hozzám éppen túlságosan gyengéd és tapintatos. A férjedhez ragaszkodsz, mikor itt vagyok én. Harrisonné idegesen hárította el a hízelgő mozdulatot, melyel hozé át akarta ölelni. Eregy! Most igazán nincs kedvem ostobáskodni. Hozé gúnyos udvariassággal meghajolt és kisietett a kastélyból. Néhány perccel utóbb egy villa kapuján csengetett. Meriető mondotta, mikor a szalomba lépett, ahol az olasz táncos nő egymásra tornyozott bőröndök között csomagolt, örülök, hogy még nem utaztál el. Nagy szükségem van rád ma este. Tudod, hogy ma nagy gála esté készül az édenben. Ékszerrevű, a legújabb, legdivatosabb ékszereket mutatják be a párizsi, londoni, amsterdami és New Yorki ékszerészek. Persze nagy felvonulás lesz minden nizzában időző mondén hölgy már napok óta figyelmezteti barátját, hogy ezen a revűn feltétlenül részt kell venni. A nizzai ékszerrevű a nagy szeretők nemzetközi kongresszusa, ahol mindenki megjelenik dollár királyával, lordjával, márkiával vagy grófjával, esetleg közönséges polgári milliómos barátjával és kigusztálja az ékszert, amelyen leginkább pukkaszthatja meg barátnőit és amelyről legtöbbet írnak a különböző képeslapok. Meriető ingerülten nézett hozéra. És miért mondod mindezt nekem? Ugratni akarsz? Tudod, hogy e pillanatban én is a leégettek közé tartozom. Pedig mégis volna rámód, hogy ma este egy remek brilliáns gyűrűvel szaporítsd ékszergyűjteményedet. És még hozzá a legkellemesebb módon. Nem szeretem a rejtvényeket, hozé. Miről van szó? Ó, csak érdekes személyi híreket akarok elmondani. Például éppen most voltam az Édenben. Érdeklődtem a rendelt asztalok iránt. A díszasztal foglalt. Harrison úr megrendelte Charles nevű kollégámmal együtt. Vagyis vele lesz a magyar hölgy is. Ugratni akarsz? Ellenkezőleg. Alkalmat akarok neked adni a bosszúra. Neked ma okvetlenül szintén meg kell jelenned az estéjen. Már lefoglaltam számodra egy igen kitűnő helyet, ahol szinte észrevétlenül ülhetsz. Tudod, a jobb hármas inkognitó páholy. Harrisonnak és a nőnek feltétlenül el kell menniük a páholyod mellett. Te abban a pillanatban teljes erővel ő nagysága fejéhez vágod a peskős poharadat. Érted? Botrányra van szükség, óriási botrányra. A többihez már semmi között sincsen, az már az én dolgom és az embereimé. Meriető csupa villamosság volt. Miért teszed ezt? Kinek akarsz szolgálatot tenni vele? Ehhez már semmi közöd. Örülj, hogy bosszút állhatsz. És a gyűrűt természetesen megkapod. Meriető gonterhelten rázta a fejét. Sejtem, hogy mi készül. De a legrosszabb helyet és időt választottad. Hiszen az ékszerrevű idejére a termet megtömik detektívekkel. A spanyol nevetett. Miért tömnék meg? Csak nem hiszed, hogy a revűben a valódi ékszereket mutogatják? Azok ott pihennek szépen az ékszerészek széfjében a szállodában, az estéjen csak a hajszányira hasonló hamisítványokat láthatod. Felesleges aggódnod, Meriető, bennem igazán megbízhatsz. Csak vágd nyugodtan szépséges vetétásnőt fejéhez a poharat, esetleg az üveget, a bíróság meg fogja állapítani a jogos felháborodást. Attól még nem lesz komoly baj. A többiért pedig már nem te leszel felelős. Szóval, rendben vagyunk. Rendben. Hozé mosolygott, Tudtam, hogy okos lány vagy, akire számítani lehet. Kilencedik fejezet. Már mindenki tudta és terjesztette a nagy szenzációt. Harrisonnak új barátnője van. Azt mondják, komoly szerelem. Válik a feleségétől. Egy magyar lány, aki csak úgy véletlenül vetődött ide egy társas utazással. Minden szem a Harrison asztalt nézte, alig várták, hogy a kék frak bevonuljon. Különösen a nők voltak kíváncsiak, hogy milyen lehet az a lány, aki ennyire kiforgatta valójából a mindig nyugodt, ideg és érzés nélkülinek látszó herisont. Voltak, akik már látták együtt őket, de a vélemények nem egyeztek. Néhányan rendkívüli szépségnek, érdekes rasznak mondották ellít, de a legtöbben vállukat vonogatták és fitymálva jegyezték meg, hogy nem tudják, mit tetszhetett Harrisonnak az egészen jelentéktelen, nem is elegáns és legfeljebb csak csinosnak mondható lányon. Nagyon rafinált bestia, körmönfont kalandornő lehet. Jegyezték meg. Az asztal mellett már ott állt unott mozdulatlanságában Charles, a legelegánsabb parkettáncos vadonat új frakban. Harrison szigorú parancsa szerint az általa megrendelt táncosnak elegánsabbnak kellett lennie még a velszi hercegnél is. Viszont az is igaz, hogy káprázatos összegeket nyújtott át nekik. Az ékszerrevű egyelőre még csak a nézőtéren kezdődött a szőke ingressz, a kapurtalai maharadzsa ez idő szerinti szerelme felvette híres smaragnyakláncát, amelynek minden darabja muzeális értékű volt. Polinyak márkinő egyetlen rubintot csillogtatott nyakában, amelynek tüze és szépsége azonban ámulatba ejtette a szakértőket. Gold Daisy, a zafír királynő halvány fényű, teljesen áttetsző pompás zafírokat aggatott fülébe és ugyanilyen kövek csillogtak ujján és nyakában hófehér bőrén szinte misztikusan hatott a bágyat kék csillogás, olyan meseszerű beteges fényesség volt ez, mint amilyennel a mesebeli tündérkirálynőket festik, akik holtszütéskor lépnek ki a virágok közül. Azután egyszerre izgatott mozgást támadt, a mulató személyzete két rétbe görnyedve felsorakozott, az igazgató alázatos mosolyjal hajolt meg a közismert kék frak előtt, és Harrison Ellivel a karján a terembe lépett. Ha történetesen Elli édesanyja is jelen lett volna ennél a nevezetes bevonulásnál, alig ismert volna rátulajdon lányára. Ellin Nizza legelőkelőbb divacalonjának legdrágább modellruhája volt, egy halványezüst költemény, jobb válláról élő virágokból komponált szalagdísz hullott le, a dekoltást brilliáns csat foglalta össze. Belépője megpillantásakor a hölgyek felhördülve ismerték fel azt a csodálatos nerdkeppet, mely a Rollender and Comp főkirakatában teljesen egyedül, sötét bársony háttérben mint egy királyi ékszer volt köszemlére téve, és amelyről minden jelenlévő tudta, hogy az ára kerek 120 ezer frank volt. Harrison ma délelőtt nyújtotta át Ellinek. Távcsövek emelkedtek, az emberek felálltak, ágaskodtak, szinte szemérmetlen kíváncsisággal fixírozták a nőt, aki ilyen gyors és szédületes karriert csinált. Elli mindebből nem látott semmit. Szinte elviselhetetlen lámpaláza volt. Napok óta állandóan zavaros körökben sétált, idegei még nem szokták meg a rászakadt csodákat, amelyeknek valóságában még alig mert hinni. Lassan, szinte szertartásos lépésekkel haladtak fenntartott páholyuk felé, tőlük két lépésnyire az igazgató mint egy hadsegét kalauzolta őket. Azután hirtelen valami hihetetlen, megfoghatatlan dolog történt. Az egyik páholyból tengerzöld estéi ruhába öltözött, fiatal nő hajolt ki és teljes lendülettel Elli fejéhez vágott egy pesgős poharat. Piszok, aljas vamp kiáltotta magánkívül. És a következő pillanatban egy újabb pohár repült Elli fejéhez. A halára rémült lány felsikoltott, megtántorodott, homlokára véres csék rajzolódott. Óriási pánik támadt. Mindenki felugrott. Szenzáció! A legyőzött vetétás nő merénylete az utód ellen. Fejvesztett rémület a személyzet között. Mi lesz most? Megsértették a Riviera titokzatos aranykirályát. Az emberek előre rohantak. Zavaros hangok, kiáltások. A termen éles füttyök hasítottak át. Le a szerető uralommal. Mi ez? Megszervezett tüntetés. Kirobbant, előre megrendezett botrány. Bűzbombák röpködnek. Sikítások. Néhány nő elájul. Néhány pincér vad düvel merje páhojába ugrik és közelharcot vív az üvegeket dobáló, tomboló, karmoló leányjal, akit nem lehet kituszkolni. Ruhája a rongyokban lóg a válláról. Hirtelen a terem három-négy pontján is verekedés támad. Senki sem tudja, hogyan, miért. Székek és öklök emelkednek a levegőbe. Smokingos urak ütik egymást, nők hisztériásan visítoznak. Harrison lélektelenül próbálja visszaszorítani az előre nyomuló tömeget, de a túlerő egyszerűen elsodorja. Elli nem értette, mi történik körülötte. Homloka sajgott. Két férfi karon ragadta és kifelé húzta. Elli magánkívül sikoltotta. Segítség! Halálos, verejtékes rémület ült a szemében. Egyszerre megérezte, ez nem segítség. Merénylet. Nem azért viszik kifelé a teremből, hogy megmentsék a tömeg fullasztó gyűrűjétől, bekötözzék, magához térítsék. Az ismeretlen férfiak szemében ellenséges, izgatott tűz. Libegő és kíméletlen gyorsasággal hurcolták a kiárat felé. Segítség! Kiáltotta még egyszer Elli. Úgy látszik, már mások is felismerték, hogy miről van szó többen a merénylők felé rohantak. De nem tudtak előre hatolni. Mintha szerencsétlen véletlen lenne, összeütköztek, elgáncsolódtak ismeretlen férfiakban, akik maguk is úgy tettek, mintha megzavarodva futkostak volna. Rendőrség Bömbölte egy mély férfi hang. Detektívek igyekeztek a kiárat felé, székekre ugráltak és onnan harsogták. Senki ne mozduljon. Vissza a helyekre. Néhány detektív, úgy látszik, felismerte a veszedelmet és ökölcsapásokat osztogatva, próbált utat törni az embertömegben, amely meggátolta őket, hogy Ellie után rohanhassanak. A gyűrű engedett, már úgy látszott, hogy elérik a nőrablókat, amikor váratlan dolog történt. A terem villamos lámpái hirtelen kialudtak. Rövid zárlat, vagy valaki elvágta a vezetéket a poklok minden rémsége bénította meg az embereket. A nők jajveszékelve sírtak. A vészlámpák erőtlen, kékes pislogása egyáltalában nem enyhítette a helyzetet. Valaki elordította magát. Tűz van. Egyszerre áll el 800 ember szívverése, egyszerre szökik ki a vér az arcukból, egyszerre érzi mindenki a halál írtózatos, váratlan közelségét. És úrrá lesz a téboly. Menekülni. Egyetlen gondolat ural mindenkit, megmenteni a puszta életet. Ablaküvegek csörömpölnek, amint székeket, asztalokat vágnak beléjük. Az őrület deliriumában azon átpróbálnak kiugrani az estéi ruhás, áramvonalas tünemények, akik most egymást rúgják, karmolják, harapják, arcukon vércsurog, az ékszerek lerángatva és eltaposva csikordulnak a cipők alatt, senki sem törődik velük. És mintha az alvilág démonai lennének, ebben a sötétben halálos biztonsággal surran a fal mellett áldozatával a két óriás. Ellie érzi, hogyan emelik a levegőbe, már az előcsarnokban vannak. Az írtózat és kétségbeesés őrjöngő erejével próbál ellenállani. Jobb kezét kiszabadítja és az egyik gengszter szemébe kap. Az felordít fájdalmában. A következő pillanatban Ellie szörnyű ütést érez. Mintha szétlocsantották volna a fejét. Szeme előtt elsötétült a világ. Tizedik fejezet. Nádor bement a szálloda igazgatójának irodájába. Uram, elhoztam a tervet. Bevallom őszintén, magam sem vagyok tőle nagyon elragadtatva. Nem szeretném, ha ezek alapján ítélné meg a tehetségemet. De képtelen vagyok nyugodt idegekkel és elmélyedéssel dolgozni. Tekintse ezt, kérem, ideiglenes megoldásnak. Ha megérkeztem Budapestre, azonnal hozzáfogok egy új kivitelhez, és remélem, egy héten belül elküldhetem önnek. Az igazgató udvarias mozdulattal nyúlt a tervrajz után, és úgy tett, mintha komolyan tanulmányozná. De, hiszen ez kitűnő megoldás, nagyon meg vagyok vele elégedve. Egészen felesleges volna új ötleteken törni a fejét. Nagyon köszönöm a tiszteledíjat majd a pénztárnál folyósítják. Nádor megrökönyödött. Nem igen értette a dolgot. Úgy látszik, buta dolog volt szerénkedni. Kissé zavartan ment a pénztár felé. Mondja uram, kérdezte a portástól, amint átment a halban, mikor kezdik meg a pótépítkezéseket. A portás értelmetlenül bámult rá. Pótépítkezéseket, Erről kérem, még nem is hallottam. Nádor előtt egyre érthetetlenebb lett a dolog. Nézze, mondotta a portásnak, engem érdekel ez az ügy. Próbálja megtudni, hogyan áll a dolog. És átnyújtott 1100 frankost a portásnak. Azután lesétált a tengerpartra. Néhány nap előtt rábukkant egy magányos zátonyra, amely egy vöröses színű szikla alatt szélesült. A tengerpartnak ez a része egészen kihalt volt. Jó hely olyan ember számára, aki megutálta azt a furcsa, zavaros, aranyporos életet, amelyből ide csak néha szakadt egy-egy jazzbandből kirikoltó hangfoszlány vagy távoli autó motorzúgása. Nádor búcsúzkodni akart. Nehéz volt a szíve, amint elnézett a tenger felett. Szomorú ember nem találhat jobb társat a tengernél belesóhajthatja minden bánatát. A hullámok csak jönnek, nekilódulnak a sziklának, oda teregetik a végtelen mindent lenyűgöző titokzatosságát, és abban megfüröszti az ember könnyező lelkét. Holnap reggel már vonaton ül, elmarad mögötte a tenger, és nem lesz többé senki, akinek elpanaszolhatja keserűségét. Ellit sem látja többé. Elvitte az aranyszámunk az úrpartok mámoros fergetege. Órákig ült egy homokpadon nádor és csak nézte a sötét kék vizet. De jó lenne sziklává válni, örökké itt állni az idők végtelennyében, bölcsen, keményen, emberi élet és gyarlóság felett. Olyan nehezen bán szorgott tovább, mintha csak ugyan megkövültek volna a lábai. Soha sem lesz többé olyan boldog, mint volt az utazás alatt, ameddig ide nem értek. Mennyi csodálatos szépséggel, elbájoló hangulattal lepte meg a váratlanul rászakadt szerelem. És milyen kegyetlenül kellett kiábrándulnia. Nagyon fájt a szíve. És ebben a pillanatban nem is tudta világosan, hogy magát sajnálja-e, vagy Ellit. Igen, Ellit. Maga sem tudta volna megmondani, mi az a furcsa aggódás, amely lelkére nehezedik világosan érezte, Ellit baj fenyegeti. Ez a szédítő lendület, amelyel hirtelen feltört, ahogyan elhagyta a csendes, nyugodt élet lehetőségeit és a pillangó bódultságával beletáncolt az eléje tárt ragyogásba, volt ebben valami ijesztő és kísérteties. Ha tőle függne, ha megtalálná a szavakat, melyeknek ereje nagyobb az aranyból kiáradó bűvöletnél. Csüggetten sóhajtott, és letörölte kibudjant könnyeit. Azután visszaindult a szálloda felé. A szálloda portása szárnyi mosolyjal fogadta. Minden tudok, möszi ő és ha megengedi, gratulálok! Miről beszél? kérdezte szórakozottan Nádor. Gondolatai még mindig a tengerparton jártak. Az építési tervről, természetesen. Á, igen, köszönöm. De ez igen nagy titok. Az állásommal játszom, ha elárulom. A legnagyobb diszkrécióját kell kérnem, uram, hiszen önnek szeretnék egészen rendkívüli szolgálatot tenni. Nyugodtan beszélhet, és ígérem, nagyon hálás leszek. Uram, amint mondtam, szó sincsen építkezésről. De hát akkor? A portás szemtelenül hunyorgott. A pénzt a magyar hölgy adta, aki szintén itt maradt, ő akarta ezzel a trükkel nagyságodat visszatartani. Ó, kérem, a nők! kifogyhatatlan a leleményük, ha szerelmesek! Ha erről beszélni kezdenek! Nádor arca pillanatonként változtatta színét. Azt hitte, meghűült, nem jól hall. Honnan tudja ezt? Motyogta természetesen a direktor úr titkárnőjétől. A direktor nevetve mesélte, hogy Möszi milyen halálosan komolyan vette a rajzot, és a titkár kisasszony meg én kölcsönösen elszoktunk egymásnak mindent mondani. Nála érdeklődtem az építkezés iránt, és akkor nyomban kipakolta ezt a remek esetet. Nádor gépiesen egy bankjegyet nyomott a markába. Agyában motor zakatolt új látások és megértések bontakoztak benne. Hirtelen támadt optimizmus érlelte benne a már teljesen reménytelennek látszó hitet, Elli szereti. Még nem végleges a döntése, habozik, de hiába játszotta meg, hogy végérvényesen Harrisonhoz szegődött, bujkálva és ravaszul mégis visszatartotta. Nem akart, nem tudott mégsem elválni. Táncolni tudott volna örömében. A vére frissen keringett pillanatok alatt felélénkült. Csak a nagy letörések ellenhatásaként tudunk ilyen viharzó örömöket fellobogtatni. Azonnal találkozni akart Ellivel. Bolond szédületében már semmit sem tartott lehetetlennek. Valósággal felrepült a második emeletre, ahol Elli lakosztálya volt. Szíve boldog ritmusban dobolt, amikor bekopogott. De az örgetésre senki sem válaszolt. Nádor csalódva, egészen elhervadt kedvel fordult vissza. A folyosón szembejött vele Elli szobalánya. A kisasszony már fél órája elment. Hová? Kérdezte Nádor, és maga is tisztában volt azzal, hogy ez bizony együgyű kérdés volt. Nem tudom, válaszolta a szobalány. A hölgy ragyogó új estéi ruhában volt. Azt hiszem, az édenbe ment az ékszerrevűre. Ma mindenki ott lesz. Á, persze, hogy ne. Motyogta nádor. Egyszerre megint nagyon kisítő lett. Optimizmusa kilobbant. Keserű és kétségbe esett volt. Hát persze, hogy Harrisonnal van. Micsoda gyerekes ostobaság volt az előbb azt hinni, hogy mégis csak őt szereti. A ravaszul küldött négy ezer frank talán csak szánalomból juttatott fájdalomdíj. Hat szórakozzon a szegény, koldus építész még néhány napig Nizzában. De az is lehet, hogy kegyetlen dac, azért is megmutatja Nádornak, hogy Harrisonné lesz. Orra aládörzsöli, hogy hiába akarta ijesztgetni, kedvét venni, mégis a vakmerőké a győzelem. Keserű haragjában és megalázottságában Nádor legszívesebben visszaadta volna a négy ezer frankot. De sajnos ezt nem tehette. A pénzből ki kellett fizetnie tíz napos szállodai számláját, és persze az úti költséget Budapestig. Nagyon restelte, hogy ilyen naívul beugrott. Az arca égett az izgalomtól. Nem tudott sem csomagolni, sem a szállodában maradni. Most már nem utazhatott így el. Még egyszer találkoznia kell Ellivel. Szemébe kell vágnia, hogy csúf és ízléstelen játékot űzött vele. Megmondja, hogy leálcázta a felállított kelepcét. Kiment a hosszú, pálmákkal szegélyezett sétányra, amelyen ebben az órában hullámzott legszínesebben a nemzetközi korzó. Fényreklámok szikráztak fel, színes reflektorok ontották fényzuhatagjaikat a mulatók bejárata előtt. Nádor magába járt. Maga sem tudta, mi célja, értelme van még Don Quixotei harcoskodásának de a benne feszülő nyugtalanság és kétségbeesés szinte megőrítette. Mégis csak kell tenni valamit. Autók torlódtak meg előtte. Estéi ruhás hölgyek és urak mennek fel a széles lépcsőkön, amelyeket hordókba dugott virágzó narancsfák szegélyeznek. Kábító, édes illat, neoncsöves szivárványkáprázat, csillogó lakájruhák, Fehér szarvasbőrnadrágok, arany hatagok, érdemrendek fölött óriási szikrázó brilliáns betűk, éden. Nádor megállt, mint egy bűvöletben, mint egy ember, aki a végzetet várja. Előtte hömpölájgött, csillogott az aranyfolyam, szemtelen arcú, bálványnők, akik szinte egybeolvadtak ruhájuk és ékszerük gőgös pogány istenségével és férfiak, pöfeszkedve és elnyújtózva, mint egy az egész világ felett mérhetetlen gazdagságuk tudatában. És akkor, egy királyi bevonulás koronájaként, felbőgött Harrison fehérzománcos óriás autója és megnyíló öléből kiszállt a kék frak és az ezüst estéi ruha. Elli! Akart feljajdulni Nádor, de a szót halt el Ajkán reménytelen aléltságban. És akkor szinte ködökön keresztül valami furcsát, érthetetlent látott. Néhány ember közvetlenül mellette összebújt, ragadozó szemük Ellire tapadt és Nádor világosan hallotta, amint az egyik félhalkan mormogta. Ez az. Tartsátok szemmel. Fergasson és Harris induljatok. Két frakkos, rettentő húskolosszus elindult a bejárat felé, mintha vendégek lettek volna. Nádor szíve vadul vert. Rettentő félelem fogta el. Valami nem tetszett neki, minden idegszálával érezte, valami szörnyűség fog történni. És nem tudta, mit tegyen. Csak állt, földbe gyökerezett lábbal, mint akit végzete rendelt egy őrhelyre, ahonnan nem szabad többé elmozdulnia. A közelében még mindig ott állt a gyanús férfi, aki az előbb a két óriáshoz szólt és időnként titkos jeleket adott. És ahogyan kezével különböző mozdulatokat végzett, Nádor megfigyelhette, hogy újabb és újabb alakok sodródtak be a mulatóba, akik előbb alig észrevehető fejbólintással jelezték, hogy tisztában vannak szerepükkel. Mit jelent ez? Szólni kellene a rendőrnek! De hát, ha csak rémlátás! Kinevetik? Hiszen lehet, hogy éppen a kirendelt detektívek sietnek elfoglalni helyeiket. Tíz percig állhatott így. Akkor furcsa, zavaros kiabálás szűrődött ki a teremből, ajtók csapódtak fel, sikoltások hallatszottak. A mulató előtt álló néhány rendőr berohant az épületbe. A következő pillanatban hirtelen kilobbantak a fények azután őrjöngő, a rémülettől félig halott férfiak és nők buktak ki az ajtókon, a telihold kísérteties, sápat világításában elkárhozott lelkek döbbenetes víziója bontakozott ki. És akkor egyszerre megpillantotta ellít A két óriás cipelte a levegőbe kapva. Első gondolata az volt, hogy megmentették, kihozták a szabadba. De azután látta a tébolyult erőfeszítéssel karját kiszabadító lányt, amint vad menekülni akarással az egyik férfi személyhez kap, hallotta halára vált segélykiáltását és egyszerre mindent megértett. Felordított és egyetlen ugrással mellette termett. A gengsztereknek még idejük sem volt észbe kapni, már az egyik eszméletlenül vágódott elnádor rettenetes, csontot zúzó ökölcsapásától a másik meg sem kísérelte az ellenállást. Rohanó rendőrök érkeztek a szerencsétlenség színhelyére, riadtan, lélektelenül röfentek össze az emberek, az utca feketén lett, morajlott, írtózott és sopánkodott. Szirénák vészes búgása söpörte el az úttesten bámészkodókat, mentők, tűzoltók és rendőrök megkezdték a mentőmunkát. Magasra torzítva röppentek fel az első vészhírek, Húsz halott gengszterek kifosztották az ájult nőket. Harrisont halára taposták a pánikban. Nádor egy autóba emelte az eszméletlen ellit és hazavitte a szállodába. Hajnalban tért csak magához mély eszméletlenségéből elli. A szálloda orvosa megkönnyebbülten lélegzett fel. Túlságosan nagy volt az idegrázkódtatás. Még szerencse, hogy rosszabbul nem végződött a dolog az izgalmak meg is ölhették volna. Elli sápat arcáról könnyek peregtek. Nem tudott szólni, csak némán szorította nádor kezét, aki meghatottan, mélységes imádattal és aggódással állt mellette. Egyikük sem szólt, de az ajkuk remegett és a szívük tele volt forró indulattal. A szobalány belépett, jeges limonádét hozott a betegnek. Rettentő, rettentő. Fecsegett. Most mondják, hogy Harrison belehalt a sebeibe. Fejét a tenyerébe fogva, kitántorgott az ajtón. Nádor érezte, hogyan rándul meg görcsösen Elli keze. Újjai még szorosabban fonódtak az övé körül, megbocsátást és segítséget kérőn. És egészen halkan, mintha nagyon távolról és nagyon mélyről jönne, felsírt hozzá a kérdés. Meg tudna nekem bocsátani? A férfi ránézett a könnyes arcra, azután belőle is felcsuklott az elfolytott sírás. És az érzésnek eszent felviharzásában a lányhoz hajolt és megcsókolta. Vége!